Nyilván 30 év az egy erős katuja. Persze. Szokott olyan lenni, hogy bevásárolsz valahol. Van néhány ilyen tipikus kérdés, például ezt, hogy miért ilyen szomorú? Mondom, hát mondom azért, mert mondjuk nem szoktam haótázni, miközben veszem a halat, vagy a krumplit, igen, vagy akkor a többiek hol vannak. Hát nem mindig vásárolunk együtt. Ott már a példa. Mindig legyek vicces? De én sem tudom a megfelelő választ. Én nekem erre van egy válaszom, ha nem haragszol. Neked mindig viccesnek kellene lenned. Tudod, mi a zsigeri válaszom erre? De gyomorból jön, és bocsáss meg. Házhoz mentél a pofonért. De néha meg azért fárasztó, mondjuk a családoddal vagy, és akkor... Béna hasonlat lesz, de kicsit olyan, mintha tőled azt várnák el, hogy amikor tolod a bevásárlókocsit a szupermarketben, akkor közvetítsd közben, hogy mit mondják. De nem közvetíted, de tőle meg azt várják el, hogy amikor tankol vagy tolja a kocsit, igen, akkor legyen jó kedvű. Akkor mondj meg viccesebb. Igen, ez így szokott lenni. Érted? Akkor elvárják. Hogy mentem mellette? Pedig tele van WC papírral a kosara! Igen. Zöld borsó konzerv! Várjál, a húsos pultig én közvetítem, a kenyeres tölte jössz. Hogy jött ki a sikámból? Még egy majonéz, még egy majonéz! Feltankolta magát teljesen. Biztonság és kényelem állampapír vásárlásakor is. Igen, megtakarítását már online is befektetheti Magyar Állampapírba. A webkincstáron és mobilkincstáron, valamint egyes bankok online felületein keresztül bárhonnan megvásárolhatja az állampapírok széles portfólióját. A Magyar Államkincstárnál már ügyfélkapun keresztül személyes megjelenés nélkül is lehet értékpapírszámlát nyitni és elektronikus csatornákat igényelni, amelyen gyorsan és díjmentesen kezelheti megtakarításait. Éljen a lehetőséggel! Állampapír.hu. Három igazság mai vendége Sipos Tamás, a Sipos testvérek egyike az Irigy Hónajmirigyből, de ez egy három igazság plusz, azaz a másik fele is a Sipos családnak jön. Majd ugyanazokat a kérdéseket, igazságokat fogjátok kapni, és aztán majd megmutatjuk, hogy ezekre hogy válaszoltatok. Mind a három borítékban van egy-egy igazság. Egyik az enyém, nem tudom melyik színű, másik az Edinkája, a harmadik a Tomiért, te választasz, és a végén itt a negyedik igazság, amit viszont csak te tudsz, mert ez a te igazságod. Jó. De előtte azonban lesz egy játékunk Tomitól és Edinkától. Hát meg leginkább tőletek, hiszen a videónk premierjének a napja az június 11-e, szombat délelőtt 10 óra. Akkor kerül ki ez a videó a YouTube csatornánkra. És nektek aznap van a 30 éves jubileumi koncertetek. Így van. És erre kettő darab koncertjegyet felajánlottatok. Köszönjük szépen! Nagyon úgyhogy szépen. Mondjuk a szabályokat, tehát aki most nézi a videó premierjének a napján ezt a videót, június 11-én 10 óra és 15 óra között, annak föl kell keresnie az Instagram oldalunkat, a Polikék Világa by Manna Instagram oldalt. Ha még nem követtétek be, akkor kövessétek be, és kommenteljetek a Sipos Tomis, Sipos testvéres videónk alá. És a komment... csak jót azért. Hát jó, lehet, lehet rosszat is, hogy a kommentőnök... Kritikát nagyon rosszul is. Bocsánat, ez feltétel a koncertjegynek, hogy csak jót lehet rólatok mondani. Hát nem azért, tudnak más. Kicsit részrehajlók vagyunk. Nem ezért. Tudnak más. De az a lényeg, hogy kommenteljetek, és hogyha kommenteltetek, akkor ki fogunk sorsolni köztetek két szerencsés ember. Igen, 15 órakor, és aznap, azaz ma, rögtön elmehettek a koncertre, hogyha pedig nem most nézitek a videót, hanem később, hát akkor így jártatok. De akkor is reméljük, hogy ott voltak a koncerten. Ez jól csináltad, ez meg. Jó volt? Jó volt. Most néztem, figyeltem, értettem. Jó, félállal elmondjuk, milyen volt a koncert. Utána a következő alkalommal eljössz, és akkor megkérdezzük, hogy csak pozitív kommentek voltak, Tomi, és milyen volt a koncert? Szar. Gyerekek, szar. Melyik szín? Hát piros, legyen a piri. Legyen a piros, kérem szépen. Azt te vagy. Köszönöm. Így tudjátok előre? Igen. Jó. Laci bácsi. Laci bácsi. Mi az igazság? Milyen testvér a Peti? Óra indult. Hogy milyen testvér? 7 perced van. 7 percem. Most már csak 6-55, nem mindig beleszól. Az volt, hogy ugye amikor köztünk van 6,5 év korkülönbség, és ő az idősebb, csak még mielőtt majd megkérdeznék. És amikor ilyen gyermekkorúak voltunk, meg főleg én, akkor azért ugye elég nehéz. De egyébként, bocsánat, nem, és Péter, de közbe kell vetnem.
ti kihagytok alkalmat, hogy így elfordulás közben könyökkel ne csapjak ott a Most már nem. Régen igen, így volt, hogy tulajdonképpen nekem, amíg ő nyolcadikos volt, én elsős, és nekem az egy tulajdonképpen egy veszőfutás volt az iskolai folyosón közlekedés, mert nem az volt, hogy megvédett, hanem még buzdította is az osztálytársat, hogy ott az öcsém, vágd nyakad, gyorsan tudod, és akkor megvettem, kaptam, meg voltak ilyen sztorik, hogy odakötöztek az íróasztalhoz a haverjával, mert a muter rábízott, hogy vigyázzon rá, mert ő nekik el kellett menni valahova, és akkor ők meg akartak menni moziba, és akkor oda kötöztek az íróasztalhoz, és én pedig egy ilyen David Merlini, konkrétan igen, és elrágtam magamat, és úgy szabadítottam ki magam, de ez így volt. Ez szont, és utána valószínűleg elmondták édesanyádnak, hogy csak gondoskodásból. Igen, hát ők azt mondták, hogy hát azért, hogy nehogy kárt tegyek magamban. Így van. Úgyhogy ez voltak ilyen sztorik, és hát ennek még tömkelege, de aztán ugye, hogy elkezdtük együtt dolgozni, így a Mirigyben, akkor ezek a generációs különbségek azért úgy kisimultak, és most már úgy azt mondhatom, hogy teljesen rendezett és jó a viszonyunk. Csak közös munka, az könnyebb egy testvérrel, mint mondjuk a többiekkel, akik nem a testvérek. Részben, igen, részben nem, mert nyilván a kicsit másképpen ott sokszor elő szokott jönni belőle egy vita folyamán, ahogy én vagyok a bátyád, úgyhogy kusolja. Úgyhogy ezek már persze nem ezek a szavakkal, sokkal durvábbak. Tehát, nem, de azért tényleg szóval ebből a szempontból rosszabb, viszont sok mindenben meg nagyon egyetértünk. Tehát így azért meg ez a közös munka hozta meg tulajdonképpen azt is, hogy egymás mellett lakunk 100 méterre, minden héten valami kerti parti van, vagy nálunk. Tehát ugye azért ez az összejárás meg a munka, ez úgy összekovácsolt minket. Sosincs elegetek egymásból? De. Hát most a koncert után szerintem majd lesz egy kis pihenő, mert szerintem ki kell egymás pihenő. És akkor költöztök? Tehát ja nem, bármint, hogy én azt hiszem zenekari szinten nem, hát abszolút nem, sőt olyannyira, hogy már meg is beszéltük, én utána elutazom majd egy kis időre, és akkor jöttek vissza, és mondtak, hogy majd Lupa-szigeten már találkozzunk, mert ott lesz egy nyitó buli, úgyhogy már valami kis welcome drinkkel már várnak engem a repülőtérről. Ugye 30 éves jubileumi a koncert, tehát 30 éve muzsikáltok együtt, 3 évtized testvérrel együtt dolgozva, de valójában maga az Irigy Hónajmirigy is, ahogy így kívülről látjuk, az ezért egy nagy családként üzemel. Tehát valójában nem csak a két testvér család, hanem 30 év alatt azért ez már majdnem olyan családi közel. Én inkább úgy szoktam mondani, hogy ez egy olyan szerelem, ha lehet így mondani, amikor találkozol egy partnerrel, és tulajdonképpen azt gondolod, hogy le tudod vele élni az életedet. És, tehát, hogy amikor minden klappol, helye közel minden klap, hát nincs olyan kapcsolat, amiben nincsenek súródások, de tulajdonképpen mi ezt egészen büszkén és őszintén mondhatom, hogy a 30 év alatt szinte soha nem volt köztünk olyan volumenű veszekedés. Pedig egy átlag zenekarhoz képest azért is sokan vagytok. Hát sokan, és ez a gázsiosztásnál nagyon erősen jelentkezik is, hogy... De egyébként, most, hogy ezt szóba hozott, bocsánat, én az Irigy Hónajmirigynél mindig azon gondolkodtam, hogy hát egy ekkora zenekart fönntartani a mai világba, az a loose end. Tehát az a hát nem egy szerencsés. Mert ugyanis, hogyha valakinek, aki koncert szervez, rendezvényt csinál, végig kell számolnia, hogy egy hány tagú ez a zenekar? 8. 8, plusz a stáb, plusz stb. Mert 8 emberhez több ember kell, már bocsánat. Hát igen. Vagy a csodálatos hangú szólóénekes elmegy valahova, hát akkor... Ugyanazért a pénzért. Igen? Mert hát ez persze. Érdekelt engem. Hát nem, hát ez azt szoktuk mondani, hogy ez a mi nyomorunk, hogy milyennyien vagyunk, és hát ez hát tulajdonképpen ugye nyilván vannak itt piaci árak, amiken bizonyos zenekarok bizonyos kategóriákba sorolhatóak, és az olyan körülbelül olyan összegeket is kapnak meg a fellépésen, de ez lehet szólista is, meg lehetnek a 100 tagú cigányzenekar is, gondolom, hogy ők is 100 felé osztanak, nem úgy, hogy most kimegy egy primás és egy egyedül. Nem a zsebetekbe akarok turkálni, 30 évet csinálják. Világos, nem is traktálnának az, hogy milyen a repülőgépet tankolni, meg ilyen, csak a baj. Tehát, a Ferrari is lerohadt meg, nem mindegy, nem. Akkor meg se kérdezem. Te megkérdezted már, bocsánat. Akkor meg se kérdezem, hogy mennyit keresel. Nem az érdekel, hanem az érdekel, hogy mivel 30 éve fennáll a fennállását ünnepli az együttes, még ebben, hogyha valaki jót csinál, még ebben a számosságban is, ezek szerint meg lehet belőle élni.
Meg, egyrészt meg. Nem azt mondom, hogy itt sokaknak a fejébe ebben teljesen más képzet van, meg azt hiszik, hogy ez Los Angeles és nem Budapest vagy Magyarország. Megélünk belőle jól, de azért tényleg hogy poénkodtam itt a repülővel, de azért magángépet nem vettünk egyikünk se. Tehát, hogy mindenkinek normális élete van, és teljesen hétköznapi módon élünk. Viszont ami egy kicsit ehhez kapcsolódó, és az előző témához is, hogy mi már nagyon-nagyon korán kimondtuk azt, hogy teljesen mindegy az, hogy ki mennyit és milyen minőségben dolgozik a csapatban, mindenki egyenlően van egyrészt bérezve. Tehát ugye ugyanazt hát ha mondhatjuk így, mert még a testülés azt tudod, hogy hát igen. De szóval tudtuk, hogy ez például egy nagyon komoly konfliktus forrás szokott lenni előadóknál, hogy esetlegesen valaki úgy érzi, neki több jár, és akkor ott megindul egy ilyen erózió. És hát nálunk ez például ez nagyon fontos, és be van tartva, hogy minden egyenlően a munka is egyenlő legyen, meg a bérezése is. Tehát akkor ezek szerint az irigy hónajmirigyben nincs góré? Hát... hivatalosan nincs, de nálunk ilyen decibel bajnokság van, aki hangosabban érvel, hát abban annak a szava jut érvényre. Hát majd az utánam következő, vagy előttem, vagy nem tudom, utánam következő szintén Sipos nevű. Hát mondjuk a Peti az mondjuk például eléggé hangosan tud érvelni. És akkor, amikor te közben szólsz, akkor... Nem, hát azért már nincs, azért nincs. Nagyobb vagyok nála meg. Ja. Én kétszer-két napig karatéztem. Utoljára mikor verekedtetek? Hát nagyon régen, hát amikor gyerekkorunkban tényleg. Igen. Hát, tehát ilyen, gyerek... veszekedtetek? Az volt már, nem is olyan régen is. Tehát ez fél óráig. Nem, annyira nem azért, de itt a múltban volt. Ugye, ez teljesen normális szerintem, de nem, most nem voltak ezek olyan... És hogy oldjátok föl? Hát általában inkább megiszunk valamit. Azt hiszem ez a módja. De mondom, ezek nem olyan komoly dolgok, hogy ezeket oldani kéne, hanem egyszerűen így... túllendülünk. Ti egyébként, amikor együtt vagytok, Pomázon éltek, igen, ugye, igen. Mind a ketten, és azt olvastam, hogy anyukátok közelsége fontos volt, hogy közel jussat, tehát közel lakjatok mind a ketten. Igen, hát amikor édesapánk meghalt, akkor úgy döntöttünk, mert előzőleg a Óbudán laktunk, Római parton, és akkor oda vittük anyut is, és akkor most így együtt vannak, ott unokákat is tudja látogatni, meg stb. Tehát úgy... Ugye még az Edinka csak ehhez kapcsolódó kérdezett arról, hogy ha konfliktus van, azt hogy oldjátok föl. Az irigy hónajmirigyet kívülről úgy képzeli az ember, hogy akár kamera előtt van, akár kilép a kamerakörből, csak hülyéskednek. Igen, ez egyfajta nehéz katúja is, mert egyébként például szokott olyan elő, hogy bevásárolsz valahol, van néhány ilyen tipikus kérdés, például ezt, hogy miért ilyen szomorú? Mondom, azért, mert mondjuk nem szoktam hautázni, miközben veszem a halat, vagy a krumplit, igen. Vagy akkor többiek hol vannak. Hát nem mindig vásárolunk együtt. Ott már a példa, de alapvetően nem ez a jellemző. Hát ilyen csomó ilyen dolog, tudod. És meghívják egy ilyen haveri társaságban, egy rosszabb napján, és azt mondják, mondj már valami vicceset, azért hívtunk meg, hogy vicceskedjél. Skatujába beszorulsz, és hát én is más zenekarokban is szerepelek, a testvérem is, és azoknál ott kifejezetten hátrány ez, hogy mondjuk én vagyok. Fölmész a színpadra, igen, és akkor nem is öltözik be ez a barom nőnek, tudod, és akkor vannak ilyen, és akkor egy el kell telni bizonyos dalmennyiségnek, hogy lássák, hogy én azt komolyan veszem, és akkor próbálok abban is hiteles maradni. De hát nyilván 30 év az egy erős skatuja. Persze. A három igazság pluszban másodikként Sipos Peti. Sziasztok! Hello! Tomitól jönnek a szabályok. Hát ugyanazokat a kérdéseket kapott, amiket a Tomi választott, és az első borítéknak a pirosat választotta, ami a Laci kérdése. Tehát, legyen a piros teljesen, mert ugye? Úgyis mind a hármat meg kell válaszolni. Egyébként igen. Meg kell, és abban a sorrendben, ahogy ezt az úgy bizony, bizony, mert ez a szabály. Mi az igazság? Milyen testvér a Tomi? Óra indul. Hú. Tomi, igazából jó testvér, csak kicsit azt érzem, hogy mindig van egy pici rivalizálás közöttünk, vagy legalábbis az, hogy ugye korábban kezdtem mindent. Az én ötletemből kifolyólag kezdett tőlük kenúzni. Akkor én megalakítottam az első együttesemet, akkor őt is kezdte érdekelni a zene, akkor bevettük a zenekarba Mirigybe például, akkor csináltam egy másik projektet, ő is csinált egy másik projektet, és azt gondolom, hogy van benne egy pici ilyen megfelelési kényszer, amit én mindig mondom, hogy Tomi, hát te legalább olyan jól énekelsz, százszor olyan jó szövegíró vagy, mint én. Tehát ez egy kicsit azért valahogy ezt másképp kezeli, azt gondolom. De egyébként jó testvér, mert bármikor kérem, hogy segítsen, vagy fölhívom. De ezt rivalizálásnak hívod? Nem rivalizálás, inkább, hogy mondjam, hogy
hogy próbálj ugyanazokat a dolgokat csinálni, mint én, pedig ő bizonyos dolgokban sokkal ügyesebb, mint én. Tehát mondom, a szöveg is egy gyerekként idegesített téged? Ez nem gyerekként volt, gyerekként én voltam ugye a nagyfiú. Igen, több mint hat év van köztetek. Hat és fél, és akkor ez teljesen mások voltak az báty és öcs közötti problémák, akkor ugye engem már érdekeltek a hölgyek, akkor őt próbáltam kitessékelni a szobából. Jó, érdeklődve közelítettem. Egy szobába, akkor még csak egy szobában, egy panelban laktunk, ugye, és akkor közös szobánk volt. Nekem tele volt már, mit tudom, ilyen együttes poszterekkel a falon, neki meg még mit a Mici Mackó volt kirakva. Tehát azért ott még nagy volt a korkülönbség. De mikor már ő is már 22 lett, én meg mondjuk 28, akkor már nem volt ez akkor a különbség, és ott már nem érződött ez a dolog. Viszont nagyon sok volt a közös élményünk a zenekarnak köszönhetően, már a kenuzásnál is, de ott is kicsi volt még, amikor kenuzott, de sokkal tehetségesebb volt, mint én. Tehát meg sokkal tovább is csinált, olyan magyar bajnok is volt, én meg csak ilyen lapátoló ember voltam. De nem lehet, hogy mindig az elismerésedre vágyott? Lehetséges egyébként, igen. Lehet, de bár én többször biztattam már, hogy ezt tök jó csinálod. Benne volt egy musicalben, nagyon megdicsértem, és nagyon tetszett is benne, mert tök jó volt. Meg egy csomó mindenben, akár a főzőműsorban is sokkal jobban teljesített, mint én. Úgyhogy, de valahol azt érzem, hogy kicsit az én utamat is járja. Nem biztos, hogy ez tudatos, de néha úgy összefutnak a szálak. És ki költözött először Pomágyra? Ő. Akkor én utánoztam a Tomit. Hát egyfelől, hogy jó azért a közelség, mert tényleg egy utcányira vagyunk egymástól, meg tetszett a környezet, tetszett, hogy ő kitalálta, hogy ő ott fog lakni a zöldövezetbe. És hál' Istennek most már én is 18 éve én is ott lakom. Azt akartam kérdezni, hogy milyen érzés azzal szembesülni egy bátynak, hogy az öccse ugyanazokon a területeken jobb nála. Tehát, hogy tehetségesebb kenus volt, hogy te azt mondod, hogy ügyesebb szövegíró, stb. Engem ez nem zavar, én örülök az ő sikereinek, sőt, amikor bekerült a Sing Singbe, akkor is biztattam, hogy ez tök jól fog működni, mert nekem is hál' Istennek jól megy mellette a Triász zenekarom, ami én azt gondolom nem is, és nem is arról szól ez, hogy jobb vagy rosszabb, hanem egy kiegészíti az életét, hiszen 30 éve csináljuk ezt a Mirigy dolgot, és mindenkinek van valami mellette, lásd autóversenyzés, például ő is kipróbálta ugye a rallyt, és ezek olyan dolgok, amit az ember ugye kicsit már hiányzik, mindig ugyanazt csinálod 30 évig, jó, de azért valami mást is ki szeretné próbálni. Megkérdeztük tőle, hogy kíváncsi vagyok, hogy te mit válaszolsz, hogy én kérdeztem azt a hülyeséget először, hogy mikor verekedtetek utoljára. Na jó, de azért megkérdezem, mikor verekedtetek utoljára? Hát most már csak verés lenne, az a Tomi azért másik súlycsoportban van, csúnyán falhoz vágna engem. Igazából verekedni nem tudom, hogy verekedtünk-e, talán mikor a Bulgáriába mentünk a Warburg alapámékkal, akkor ott a hátsó ülésen utoljára valamikor 78-ban. Nagyjából ő is ezt mondta, és aztán korrigált Edinka talán, és azt kérdezte, hogy mikor volt az utolsó nagy veszekedés. Hú, hát erre pontosan nem emlékszem. Ilyen nagy veszekedés. Hát 2-3 éve volt valami összekülönbözésünk, de az ilyen szakmai jellegű volt abszolút a zenekarnak valami. Igen, mert ez érdekelt minket, hogy ki a főnök a zenekarban. Hát ezt nehéz megmondani, mert nálunk demokrácia van, ami egyébként nem működik, de demokráciában dolgozunk, és én mindig azt mondom, hogy attól, hogy heten azt mondják, hogy fehér, attól mi lehet, hogy annak az egynek van igaza, hogy fekete, de hát a demokráciák el kell fogadni, és akkor lehet, hogy hoztunk. És akkor tényleg a többség dönt? Tehát, igen. Tehát nincsen, hogy valaki igen. Az utolsó persze van, akinek jobban adunk a szavára, például a dalszövegeknél abszolút a Tomi szavára adunk jobban, zenei téren a Uszinak a szavára adunk több, akiben érezzük, hogy ebben a bizonyos területen erősebb vagy jobb. És annak a szavára jobban adunk, de persze hozzátesszük a saját kis ötleteinket vagy nézeteinket. Uh-huh. Ugye 8-an vagytok a reflektorfényben a zenekarral, csak ennek kapcsán meg azon gondolkodtam, hogy vajon ez a 8 ember ugyanannyit kap ezekből a fényekből? Vagy van, aki többet, van, aki kevesebbet? És mondjuk te a testvéredhez képest szerinted hol vagy a közönség szemében a zenekaron belül? Szerintem a közösség egyenrangúként kezel minket, hiszen gyakorlatilag fele-fele arányban énekeljük a nótákat, a fellépéseken is hasonlóan osztjuk el
a dolgokat, és mostanában már a médiában is egyformán szereplünk. Tehát sőt, Tomi szerintem mostanában több műsorban volt, mint én, azért fiatalabb, jobb képű. És korábban engem hívtak ilyen bizonyos, most már őt hívják ilyen. Tehát nagyjából ez szerintem ilyen 50-50. Uh-huh. És gyerekkorotokban ugyanannyi figyelmet kaptatok a szüleitektől? Hát ezt tudod, hogy egy báty mindig másképp éli meg. Mindig a kicsi biztos az elkényeztetett. Úgy akkoriban úgy értem meg, hogy ő neki több meg, minden meg van engedve. És ott a varburkács ülése. És hát és valószínűleg az íróasztalhoz is azért kötözted. Nem az azért volt, hogy rám bízták, hogy nem is tudom, vigyázzak rá, és nekem meg akkor sürgős moziba menésem volt, vagy a haverokkal valami találkozásom. Hát azt mondom, akkor még nagy volt a körkülönbség. De szerintem biztos vagyok benne, hogy a szüleink jól csinálták ezt, hogy egyformán, bár én akkoriban úgy éltem meg, hogy a kicsinek több el van nézve. Hát igen. Én is egy báty vagyok, tehát, hogy én te is így érzed? Nővér, én is így értem, igen. Persze. Nyilván vissza akartam. De neked nincs tesód? Nekem nincs tesóm, de most depressziós lettem miattatok. Nagyon ugye, sajnán. Itt három szomorú ember. Három nyomorult nagyobb testvér. És mindegyiknek hozzá kellett tenni, hogy én is. Sajnáljuk őket. Jó, de amúgy ez nehéz ügy. Egyébként mind a szülő, mind a gyerekek szempontjából, hát neked három gyerek apukájaként azért ezzel is valahogy szembesülnöd kellett. Én mind a hárommal ugyanen elviselhetetlen. Nem akarom, hogy bármelyik is depressziós legyen. Na, hát a lényeges részén az én kérdésemmel túl vagyunk, most na, már csak van. Sárga meg zöld van. Ezeket már hagyhatjuk a túróban. Hogy ez a tiétek? Hát legyen a sárga, az irigység színe állítólag. Hát, ja. És az edinkái. Add már ide, az enyém, az én vagyok. Add már ide. Na, mi az igazság? Soha nem akartál egy igazi szóló karriert? Óra indul. Nagyon jó kérdés, és milyen érdekes, hogy pont megpendítettem ezt a részét egy kicsit, mert nagyon sokáig nem foglalkoztam. Egyébként volt olyan egy jó 10-20 évvel ezelőtt, hogy megkerestek engem, ha jól emlékszem, a BMG-től, és felajánlották ezt a lehetőséget. Csak azt mondtam, hogy hát engem ez nem érdekel, és tulajdonképpen én annyira szeretek csapatba dolgozni, meg engem ez nem foglalkoztat, akkor nemet mondtam. És egy pár évvel ezelőtt adtam ki egy saját lemezt egyébként, akkor érett be ez a dolog, hogy annyira elfordította magam felől a fókuszt, hogy úgy fölmerült egy ilyen igény, hogy olyan dalokat is ne csak a hülyéskedés legyen, hanem hogy néha egy-két... És mennyire érezted abban magad komfortosan akár? Abszolút, hiszen a daloknak javarészét azt az Ávodi Gáborra közösen írtuk, tehát ez is egy érdekes dolog volt, hogy saját dalokat írsz, saját szövegekkel tudod, és akkor az teljesen más előadni, mint egy ilyen paródia szöveget. De tényleg ez... Bocsánat, az ez érdekes, mert itt az előző legben beszéltünk arról ugye, hogy bemész a közértbe és megkérdezik, hogy miért nem vigyorog. Elkezdesz egy szóló karriert. Erre van egy ősöreg mondás, hogy öreg kutya ne tanuljon új kunstokat. Igen. Pláne abban a szakmában, ahol valamilyen szerepben megismertek. Mert ha tetszik, ha nem, ha te vagy, akkor is az egy szerep. Ez engem is foglalkoztat sokszor. Mennyire lehet ebből kitörni? Ki lehet semmit, törni? Szerintem sem ennyire. Mondok egy jó sztorit, most ez nem is olyan rég történt, hogy meghívtak egy, talán azt hiszem, hogy igen, egy esküvőre, hogy ott szerepeljek, mert közben nyilván ők a humorosabb oldalon is mondták, hogy hát megnéztük a YouTube-on, amiket ez nagyon, nagyon jó, de ilyen lassú számokat nem jó, egyet se. És akkor tulajdonképpen már megkértek arra, hogy ezeket a melankolikusabb dolgokat, ezt felejtsük el ezen a rendezvényen. Tehát szóval, felejtsük el a művészetet. Igen, nem, szerintem nem lehet sajnos, és én is ezzel tudom, hogy egy kicsit későn ébredtem öntudatra ilyen szempontból, de már kezdek megbarátkozni. De vártál rá egyébként? Hát nyilván, mert tudod, az ember nem úgy van összerakva, hogy fekete-fehér, hanem azért vannak árnyalatok is az ember személyiségében, és én nekem is vannak olyan vénáim, vagy amik egy kicsit a romantikusabbak, kicsit a liraibb történet, és persze nyilván az ember szeretné ezt kifejezni, de erre nem kell senki. És hogyha most ez a szóló karrier, amit te elterveztél, és amiben bele is vágtál, az annyira jól sikerül, és ez akkora átütő siker, akkor így ott hagytad volna a zenekart? Nem, hiszem, biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. Lehet, hogy egy balanszot megpróbáltam volna beállítani, hogy ez is az is. Egyébként úgy járogatok szólóban is, meg a rockzenekarommal is járunk fellépni, de inkább ez nem is szóló karrier, ez inkább csak egy szóló lemez volt, ami kikacsintás. Még egy dolog motoszkál bennem, és ennek kapcsán jutott eszembe, hogy azért magunk között szólva
ti nem csak Magyarországon, de szerintem, cáfolj meg, ha így van, akár világszinten is mondható, unikálisat találtatok ki. Tehát tulajdonképpen ez nem utánozható, nem lekopizható. Mert hát, ugye vannak kemény rockbandák, vannak pop énekesek, vannak funkisok, ezek azért skatujákat, abba is lehet a legjobbnak lenni értelemszerűen. Na de amit ti műveltek az elejétől kezdve, a valóságosan jól hallgatható partizene marógúnyba öltve. Igen, talán ebbe különböztünk egyébként, mert ugye biztos talán emlékeztek talán te jobban a Voga-Turnovszky duóra, akik ugye hasonló Egyébként ez a mai napig is így van, hogy sok ilyen paródia van, és mindig szeretnek minket például a Pamkutyával párhuzamba hozni, holott az annyiban van csak párhuzam, hogy ők is egy ismert számnak a szövegét írják át, de ők általában mindig egy fiktív szöveget, mi meg azért törekszünk arra, hogy az előadóról szóljon, vagy a zenekarról. De hát azért ezt valójában ilyen volumenben, tehát ipari méretű, mert azért az Irigy Hónajmirigy az ipari méretű lett ebben a társadalomban. Igen. Valahol lehet, igen, ezt mondom. A televíziós szerepléseitekkel, azért ez valójában műfaj lett, amit... De az jó, amit mondtam, azon nem is gondolkodtam, hogy nemzetközi példa van ilyesmire? Hát ilyen vannak, volt ez az Ol Jankovics nevű faszi, aki a Michael Jackson parodizálta, egy ilyen göndör szemüveges, meg ő. De ő is csak ilyen egy-egy dallal ismerem én tehát is. Életművet tehát, erre nem nagyon alapozott. Nem, hát mi sem alapoztuk volna kezdetek, hát, azt el kell mondjam, mert ez a zenekar egyébként egy estére alakult, ez volt mondjuk a Picatinny. Egy teljes egész hosszú egy estére. Egy szilveszter estére, 1990-ben, igen, tehát próbálom. Szóval, hogy a 30. Igen, most már 32 leszünk, szilveszterkor megérjük, és tulajdonképpen úgy volt, hogy nincs tovább másnap reggel, tehát ez csak a bulinak a feldobásáról, és én ha így megfigyeltem így a 30 év alatt, hogy mindig ezekből lettek a paródiákban is a jók, ami ilyen marha magától értetődő volt, és nem volt megtervezve, és egy 10 perc alatt kész voltál vele, és ez az együttes is olyan volt, hogy 10 perc alatt kész voltál. Tulajdonképpen a mostani kollégám Feri az még ott ült az első sorban, és ő volt az első, aki rajongói zászlót készített, természetesen helyesírási hibával, nem is tudom, a hónajt, vagy a rövid díj, hosszú, én nem tudom, de nem is ez a lényeg, hanem tényleg úgy volt, hogy nem lesz másnap már semmi, és akkor ott nem volt ott valaki, akinek ott kellett volna lenni, és mondta, hogy akkor ismételjük meg ezt a bulit. És akkor így indult el az egész, hogy oda már nem volt elég a 8 dal, hanem oda már kellett egy órás, akkor arra próbálni kellett valamit, és akkor ugye ilyen nagyon lassan, ilyen 4 év alatt. Na de várjál, lassan 4 év alatt, akkor Sipos Tomi nem is muzsikusnak készült? Sőt, én 93. novemberében csatlakoztam a csapathoz egyébként, és hát egyikünk se készült muzsikusnak, talán Isten nyugosztó Ambrus Zoli kollégánk, aki ő volt az egyetlen zeneértő az egész csapatban, mert ő neki már volt valami zenei múltja, meg az Iminek talán, és akkor ugye, de tényleg akkor ilyen... nekem is van esélyem még, gyerekek. Persze. Lehet, hogy így Hónajmirigy is ebben az életben. De mondjuk mi sose erről voltunk híresek, az más kérdés, hogy az évek során azért úgy helyek köze beletanulgattunk ebbe az egész dologba. Meg nagyon sokszor szerencsénk volt, tényleg jókor döntöttünk, jó felé volt olyan, csak mondok egy példát, hogy a Fridivel, a Fridivel Sándorral tárgyaltunk annak idején, hogy mi legyünk a GEG csapata, és nem nagyon tudtuk megegyezni, akkor mondtuk, hogy akkor elmegyünk a Lagzi Lajcsinak a műsorába, ami akkor ugye 3,5 milliós nézettsége, igen. És az olyan dobott rá az ismertségünkön, és akkor az hozta a tévés műsorokat, egy csomó minden ilyen szerencsésen alakult így az életünkben, vagy jókor döntöttünk jó felé, és akkor ez tulajdonképpen az vezetett ahhoz, hogy még 30 év után is erről tudunk beszélgetni. Igen, valószínűleg valamit jól csináltatok, ha ez 30 éve törett. Igen, talán. Jó volt a recept. Jó volt a buli. Igen, jó volt az. 30 éve jó az after. Igen, komoly buli lehetett. Tényleg egy nappal after. Jön a következő szín, ez Edinkájé. Igen. A sárga. Igen, az Irigy sárga. A piros borítékból lévő kérdés után még vagy 10 elhangzott. De jó volt. Ez volt a fő kérdés, ez volt a kiindulási alap. Mi az igazság? Soha nem akartál egy igazi szóló karriert? Óra indul. Talán nem mernék belevágni szóló karrierbe. Mert egyrészt, hogy én mindig csapatban dolgoztam, tehát mikor vízilabdáztam, akkor is a csapat. Amikor zenekarban dolgoztam, akkor is mindig a csapat, ráadásul
a Tomival ugye együtt énekelünk, a mostani másik projektemben, a Triászban is együtt éneklek valakivel, és azt gondolom, hogy sokkal több lehetőséget ad az, ha úgymond feldobják a labdát, el tud ütni. Tehát te jól lehet ezzel manipulálni, akár a színpadon, akár az életben, hogy van melletted valaki. Ahhoz, hogy önálló karriert fusson be valaki, ahhoz én nem vagyok eléggé talpaló sem, talán nem is vagyok annyira tehetséges, hogy én ezt önállót. Lehet, hogy énekesként megállnám a helyemet, de lehet, hogy például én nem nagyon instázok, nem nagyon nyomkodom magam, van, aki minden nap tudod csinálja. Én például nem vagyok alkalmas, és lehet, hogy a mai világban már erre is szükség van. Én inkább szeretek csapatba dolgozni. És ez mindig így volt? Tehát fiatal korokban sem volt az, hogy vágytál volna? Nem vágytam ilyen szólisztikus dolgokra. Tehát amikor a Kenut is abba hagytam, azért hagytam abba, az ott egyedül, meg az úszást is utáltam, mert egyedül ott mentem, saját magamba énekelgettem a vízbe, nem volt kivel megosztanom ezt a problémámat, és a csapatban jól éreztem magam mindig. Valahogy ilyen csapatszellemet szeretem. Igen. És az, hogy a Tomi viszont vágyott volna, vagyis hát vágyott is, hát csinált is egy szólólemezt. Én ezt támogattam, de mondtam, ez azért is van, mert az emberben több minden kialakul az évek során, amit ő hiányérzete volt, gondolom, ezzel kapcsolatban, és tényleg tök jó dalszövegeket ír, és olyan szerzőkkel dolgozik együtt, akik ezt támogatják, jó zenét írnak mellé. Úgyhogy azt gondolom, hogy ő is tudja, hogy ebből nem lesz világkarrier, de legalább csinált egy lemezt, és azt mondja, hogy a kislánya majd 10 év múlva milyen büszke lesz rá, hogy ezt megnézheti, hú, az apám lemeze. Most már lemezeket nem nagyon lehet eladni, de mégis tök jók ezek a dalok. Szóba került a vele való beszélgetésnél, hogy hát amit ti csináltok, az unikális. Tehát ez borzalmasan speciális. Most ez szólóban nem is lehetne, mert valójában az egész egy parádriposzt, amit csináltok. Igen. Ez az egymáshoz való viszony. Hogy hát ti azért kitaláltatok valamit, ami valószínűleg nem csak Magyarországon, hanem világszerte is unikum. Tehát hát gyakorlatilag én azt szoktam mondani, hogy mi találtuk ki a Starman Start. Hiszen mi 30 éve korábban csináltuk. Mi 30 éve csináljuk. Igen. És később, hát most 20 éve később lett ebből nemzetközi jellegű műsor. Mi tényleg ebben kezdtük, hogy utánoztunk előadókat, és nem csak úgy, mint az elődeink, mondjuk a Voga Turnoszki, hogy írtak vicces szövegeket, hanem tényleg beöltöztünk, próbáltuk a sminkekkel, a hangutánzással, stb. Tehát gyakorlatilag mi ezt megvalósítottuk már sokkal korábban. Én azt mondom mindig, hogy azért, ha ezt mi nemzetközi szinten, nem mondom, hogy Amerikában, legyen csak NSK-ba csináltuk volna, akkor mi multimilliárdosok lennénk. Van 11 platina lemezünk, van közte dupla platina lemez. Csináltunk 70 saját filmet. Az 35 mozifilmnek felel meg. Minden műsorban szerepeltünk, ami akkoriban ment a tévében, reggeli műsor, főzőműsor, vetélkedő, mutogatós műsor, mindenben voltunk. Plusz mellette több ezer koncertet adtunk, és 30 éve aktívak vagyunk. Tehát gyakorlatilag csak NSK-ban ezt megcsináljuk. Gondolj bele, a Modern Talking 4 évig létezett, és volt 3 slágerük. És hogy élnek belőle? Igen. És még mindig megvannak. Ha most ez Amerikában megcsinálod, akkor érted, akkor lehet, hogy valami Miami valami. Ez egyébként soha nem jutott eszetekbe Amerikába megcsinálni? Ezt csak itthon tudjuk szerintem, mert ugye mi a magyar nyelv sajátosságai, persze, hát abban viccelődünk, a magyar sztárokat parodizáljuk, most csinálunk persze egy-két külföldi paródiát is, de azért a magyar emberek a magyar énekeseket, színészeket, jelenségeket ismerik, mert azért volt, hogy rárepültünk a való világra, Big Brother, ezek a dolgokra rárepültünk, és abból csináltunk valamilyen vicces jelenetet. Azt gondolom, ez itthon működik, és magyar nyelvterületen. Már ott sem annyira működik, ahol nem nézték a magyar televíziót, tehát turnéztunk mondjuk Ausztráliába, de ott nem biztos, hogy napra készek voltak, hogy például ki az a kiszeltünk, de pedig biztos nagyon fontos lenne, hogy ezt tudják. Vagy nem minden poént értettek. Igen, pontosan. Akár a szövegekből. És kicsit provokatívnak tűnhet a kérdés, de nem annak szánom. Én máron 30 éve, ugye, hát más előadók bőrébe bújva szórakoztatjátok a közönséget. Szerinted saját előadói karakteretek van, vagy lenne, vagy az most már elveszett így külön-külön, hogyha 8-atokat nézünk? Csak a szóló karrier kapcsán. Én valószínűleg én is, meg a Tomi is azért csináltuk pont a úgynevezett B projektjeinket, mert valami hiányzott, az, hogy ne kelljen parókába és bajuszba fölmenni a színpadra, és olyasmit énekelhessek, hogy nem kell elváltoztatnom a hangomat, és akkor így jött neki is a rockzene, meg nekem is a rockzene mellette, ami egy ilyen nagyon jó hobbi, tehát ez most azt mondom, van, aki asztalos hobbiként, mert egyébként egész nap a számítógép előtt ül, tehát nekünk
a zene a hobbink, csak egy másik fajta zene, hogy ne csak a vicces zenéket énekeljük, hanem komolyakat is teszem azt, vagy olyan dalokat, amiket mi szeretünk, és így egészítjük ki a kicsi lelkünket, amit nem akarunk nagy formátumra vinni, de azért jól esik, ha megtapsolnak. De mondjuk Sipos Petinek az előadói karaktere az milyen? Tehát amikor nem valakinek beöltözve vagy, hanem te rock. Vagy? Én a rock vagyok, abszolút, és bár jelenleg a Triászal, ha játszunk, ott is rengeteget hülyéskedünk a Gyurival, meg tényleg cinkeljük, ugye mindig a harmadikat találják meg, vigyázzatok azért, csak mindig van, kettő mindig kiszúrja a harmadikat. És akkor valakit mindig cinkelnek. Miért, vagy... miért van az, hogy az elejétől kezdve ezt érzem? De abban nagyon jól érzem magam, és a Tomi is a Sing Singben, vagy a saját projektjében, saját dalaival, és ez egy kicsit kiegészítést ad, és utána tök jó szívvel mész fel a Mirigy színpadra, hogy nincs benned üresség vagy hiányérzet, ami megvan, az máshol megkapod, ami ott hiányzott esetleg. Akár zeneileg nekem például jól esett, hogyha meghívtak egy, tudom, egy Queen emlékkoncertre, ahol én magyar sztárokkal énekelhettem. Egyre több ilyen meghívást kapok, most is lesz nem sokára, akkor volt is, meghívnak egy-egy dalra, mit tudom én, milyen voltam a Tátori Bandben 20 másodpercig, volt egy ilyen vicces jelenet, ahol Charlie-t kellett utánoznom egy nagy koncerten, aztán... És akkor bejöttél te, mint Charlie, és hát, aztán bejött Charlie? Zseniális volt, képzeld el, ez a 10 éves volt a Tátori Band a BS-be. És meg volt beszélve, hogy az egyik számnál Charlie kijön a hangfal mögé, én ugyanolyan ruhában visszajövök, eléneklek egy verszakot, és utána bejött a Charlie, és mutogat, és akkor kidobnak engem. Ki is dobtak, csak nem szóltak a kidobóknak, hogy ez meg van beszélve, engem úgy hajítottak ki a színpadról, kezem, lábam összetört. Nem szóltak nekik. Tehát ők nem viccesen dobtak ki, nem, hogy igaz, kajakra. Kajakra kívánok. Az zöld borítékból az én kérdésem, mi az igazság, mi a titkotok, ami miatt nem fáradt el a humorotok 30 év alatt sem. Óra indul, mert erről még nem beszéltünk. Ugye, az, hogy elfáradt-e vagy nem fáradt-e el, azt én nem tudom. Nyilván kezdetben ugye frissek voltunk, újak voltunk, akkor teljesen másik közönségréteg figyelt fel ránk. Főleg bocsánat, hadd segítsek, mert én valójában ugyanezt válaszoltam volna az első felére, ha valami ilyen típusú, elvtelenül feldicsérő kérdést tesz föl valaki. De hát szerintem ezekről azért legyünk reálisak, a piac dönt. Hol lesz a 30 éves bulitok? Grupa Marénában, igen. Grupa Marénában. Tehát nem fáradt el a humorotok, már valaki egyet? Hát valami teltház lesz, úgyhogy jó, ez 20 ha valaki meg tudja 30 év után tölteni az ország egyik legnagyobb stadionját, akkor nyugodtan álszerénykedjünk tovább. Nem álszerénység, ez hidd el, hanem inkább csak azt... Mondom, magammal is ezt szoktam csinálni, igen. Mert ilyen szerényen maga elénél, csak éreztem belül a gyomrokban. Tudom, amire szerénynek lenne. Szóval, hogy inkább csak azt akartam ezzel kifejezni, hogy azért nagyon kicserélődött a mi közönségünk az a 30 év alatt. Egyrészt ugye mi magunk is kicserélődtünk, hiszen mi egy rockparódia együttesnek indultunk, csak tulajdonképpen az indulásunk periódusában a rockzen éppen a sírgödörbe került, és akkor elkezdtünk ilyen popszámokkal operálni, hogy hát azért van mégis, hogy most már ne hagyjuk abba, most már eltelt, mit tudom, 5 év, akkor most már csináljuk meg akkor a Demjént, a nem tudom, és akkor jöttek ezek a borzalmak, hogy Ózon együttes, és azon majdnem föl is oszlottunk, mert azt a kiadó kérte, és az a legnagyobb sikerünk lett egyébként, hozzáteszem, a 30 az egyik. A Numera király lett, igen, és mondta a kiadó, hogy csak ezt a szart ne hülyeskedj, mert mondom, ez nagyon kellemetlen, ez mindenki. Ez már nekünk is. És azt mondja, nem tudod, hogy hogy fut be, mert szerintem annak az volt az egyik titka, hogy ugye ez román, az angolt azért még úgy helyek közel tudják a magyarok dalolászni, de ez egy román nyelvű sláger volt, ugye eredetileg, ugye már azóta 1 millió feldolgozás készült, de lett egy magyar nyelvű verzió, amit tudtak üvölteni a népek. És tudtok még ugyanazokkal a dolgokkal viccelődni, mint mondjuk 20 vagy 30 évvel ezelőtt? Tehát, hogy változik PC, a ügyileg? Igen. Hát azt nem, szerintem már letartóztatnánk minket bizonyos dolgok miatt rövid időn belül. Tehát amikor a 28 évvel ezelőtti slágereteket hallgatod, akkor belepirulsz. Hát meg van, amivel már nem tudnánk azonosulni. Csak most mondok egy példát, volt egy olyan műsorunk, a Bazi Nagy Roma Lagzi, ami egyébként csak azért hozom fel például, ha ez most jönne ki ez a műsor, szerintem akkor most már börtönben ülnénk, holott ugye mi semmi rossz indulat nem volt bennünk, csak egy kicsit túl sok volt benne a sztereotípia, és ez 40 percen keresztül ez egy kicsit kivágta biztosítékot, ezelőtt 20 évvel. Tehát akkor letiltották a TV2-t, egy nem tudom hány órára, minden rekorderek vagyunk, minden műsor, minden megjelenő újságban, napi, heti,
havilapban szerepeltünk abban a hónapban. Tehát nyilván sajnos ebből az aspektusból. Csak akkor nem jutott eszembe például, hogy volt ugye a Mindannyian Mások Vagyunk című nagy közös egykori sokak által énekelt dalnak a paródiája, és amiben volt a Szandi szájába adva egy sor, hogy fenyő alatt karácsonykor vajon mit lelünk. Igen. Ami... De szép. Ugye? De egyébként rohadt vicces már. Szerintem... Mi nem így gondoltuk, nyilván. Hát áthallás, de, igen. De hogy vajon már az áthallásokra is vigyázni kell 2022-ben? Hát szerintem ez nagyon szar világ jön ebből a szempontból. Nekem ez nagyon nem tetszik, de ez csak a privát véleményem, de vigyázni kéne. És persze szerintem magunk is vigyázunk, nyilván mi is már azért idősebbek vagyunk, mint akkor, hogy nem érdekelt minket semmi, meg senki. Nem volt gyerekünk, most már nyilván az ember, amikor dalszöveget ír, azért lehet, hogy ez is, ha nem is tudatosan, de tudatalattiból megfordul. Tehát ez lehet, az autóversenyzés, egy másodperc egy gyerek, és amikor van három, akkor abba kell hagyni. Igen, mert... ahogy mondod, és akkor tulajdonképpen így lehet, hogy ha nem is tudatosan, de mérlegelsz, hogy mi az, amivel te ki fogsz állni a színpadra. Most már vannak, tudom, a kollégáim között is, hogy most már ilyen női ruhát ne vegyünk föl, mert ez már gázos. Régen volt olyan, hogy egy horvátországi forgatás a kapitány majdnem kidobott minket a hajóról, mert Pafferi sernek volt beöltöző, és hát pusztító volt. De még nekünk is pusztító volt. Most elképzelhető, hogy azok, akik azt se tudták, hogy kik vagyunk, ott vagyunk egy pali necharisnyában, és szétrúzsozva, és okádékul nézett ki tényleg. És a kapitány mondta, hogy ez itt. A kapitány? Igen. És hát ott ő a főnök. Igen, ilyen, ezen a hajón ilyen nem lesz, biztos. Persze, két dolgon gondolkodom. Az egyik az, hogy vannak olyan, nem tudom, dolgok, amik szerintem örökké viccesek maradnak. Az egyik ilyen, amikor valaki egy tortát vág a másik képére. Azon bármikor is mindig lehet röhögni, tehát ez valahogy az nem kopik el. De nem egy jeleneten, érted? Nem? Ugye az nem kopik el. A másik ilyen, amikor férfi női ruhába öltözik bénán. Hát most érted, a Starman Star is már nem tudom, 10 éve kb. Erre épül. Persze, abszolút. Meg hát amúgy a ti életművetek egy része is. Igen. Tudod, ez a vannak ilyen dolgok, csak szól, nyilvánvalóan, hogy érezzem a szerepet. Ez az egyik. Van még ilyen klasszikus humorforrás szerinted? Hát ugye, biztos. De hát nyilván ezek az ilyen nagyon felnagyított sztereotípiák, ezek, amik sokszor operál az ember önkéntelenül is. De próbáljuk azért, mi most már főleg utóbbi időben minél fineszesebben ezt megoldani, tehát hogy ne ezek a bazári poénok legyenek csak, de a szomorú valóság az, hogy igazából erre mozdulani. Bocsánat, imádom az intellektuális humort, de úgy gyomorból. Tehát én egy ilyen nagyon egyszerű srác vagyok. Tehát amikor megláttálak téged necharisnyába úgy frankon, tehát ha most megmutatnád, ami rajtad van. Csak még mert befejezni, foglalt vagyok. De... Na, egyébként az meg... Az utvarlást fogadom. Egyébként meg szerintem itt a titok. A ritmus. Igen. Tehát nem biztos, hogy a téma, nem biztos, hogy ki milyen ruhában van, vagy mi a megfogalmazás, hanem hogy azt hogy adja elő. És az jön egy gyomorból, és azért én valószínűsítem, hogy ti akár egy forgatáson is, miközben mindennek megvan az alapja, de rögtönöztök, mint az állat. Hát persze, sok van ilyen, de most már lehet, hogy szépen lassan, hogy az életkorunknál fogva beérünk megint egy másik kategóriába. Csak mert azt onnan gondolom, hogy az egyik haverom az játszott kint Karib-térségben hajón, és kísértek sztárvendégeket zenekarként, és jött egy 80 éves faszi, aki Michael Jackson-t utánzott, és olyan sikere volt a palina, pont attól, hogy ő öreg volt, mert lehet, hogy ezt egy 40 éves kevésbé, most azt mondják, olyan, mint a többi, de ez attól volt különleges, hogy ez 80 éves korára hozta a Jacksonokat, tehát most már lehet, hogy már ettől leszünk viccesek, hogy a... Nem... Dua Lipa ül velem szembe. Személyes? Szegény Dua Lipa. Színpadon fogtok állni? Nem tudjuk. Figyelj, én amikor az egyik, akkor azt gondoltam, az életünk fő csúcspontja az volt, amikor a Tina Turner itt volt 97-ben, és mi voltunk az előzenekara, és akkor megkérdezték tőlem, hogy meddig csinálom, egy-két év. Most azóta eltett 25, és még mindig itt vagyunk. Nem tudom, igazából hogy ezt ilyen jutalomjátéknak, legalábbis én úgy fogom fel. Nem akarunk erre rágörcsölni, mert ha egy mód van, akkor nem, mert az úgyse szül jó csóval mindig, ahogy az előbb is beszéltük, akkor a könnyen. Akkor az esti koncerten ilyen túl nagy meglepetések nem fognak minket érni. Necharisnyában leszel, parókában, de az csak az afteren. Na, jön az én kérdésem a zöld borítékból, ez a harmadik, így szól. Mi az igazság? Mi a titkotok, ami miatt nem fáradt el a humorotok 30 év alatt sem? Óra, én. Szerintem a mi titkunk az, hogy azonosok vagyunk a
azzal, amit csinálunk. Tehát nem veszünk fel pózokat, meg nem, aki találkozik velünk az utcán, vagy bárhol, az látja az életben, és ilyenek vagyunk. Tehát nálunk egy forgatáson is, amikor volt, kacagás, zaj, lárma, megy a hülyéskedés, a szivatás, és valahogy ez a lényünkből fakad, és attól működik valószínűleg 30 év alatt is ez a dolog, hogy olyan hiteles szerintem az emberek szemében, és egy pár órára azért van az embereknek problémájuk, hogy kicsit el tudják felejteni. Amíg minket néznek, akár a koncerten, akár a televízióban, kicsit el tudják feledni a gondjaikat, és valahogy az egyszerű nép gyermekeiként valahogy jól esik nekik azt mondani, hogy ezek olyan hülyék, a múltkor találkoztam ők a kocsmában, és ott vannak a tévében, ezek ugyanolyan hülyék az életben is, és ez valahogy szerintem az embereknek szimpatikus, más, amikor van egy világsztár, és olyan megközelíthetetlen, mi nem vagyunk megközelíthetetlenek, bárkivel szívesen bratizunk. És ahogy így elképzelem, ti összeültök, megjön valami kedvenceteknek az új slágergyanú szerzeménye, és szétröhögve alkottok valamit belőle? Hát úgy van, hogy elkezdünk bedobálni ötleteket, és utána elkezd ilyen őskáosz kezd kialakulni, mert mindenki mondja az ötleteit, és Győző ül a laptopba, próbál elérni a legjobbnak vélt sorokat, de mindig az a legjobbnak vélt, ami a leghangosabb. Hogy azt írd, mit írsz? Mit írsz? Ezt írd le! Én azt hallottam, hogy te vagy a leghangosabb. Nem, ez nem igaz, nem igaz. Egyébként csak azért, mert eszünkbe nem jutna legalábbis nekem, hogy vaddisznót kergessek barátságotok szépen fénylő rózsa kertjébe. Ezt a Tomi mondta. Hát ez nem teljesen igaz. Bizony, vannak dolgok, amihez ragaszkodom. Biztos, hogy vannak olyan dolgok, amihez ragaszkodom. És akkor így? Nem, hát nem tudom, hogy már szerintem régen volt ilyen, de már lenyugodtam. Szerintem már lenyugodtam, mert azt hittem, hogy az enyém a legjobb ötlet. Persze, biztos, hogy volt ilyen, természetes. De mindig látod, van. Látod, ez a különbség köztünk, én mindig tudom, hogy az enyém a legjobb ötlet. Tényleg így van. Na igen. Igen, hogy születik egy dal, egy dalszöveg. Tehát ordítoztok, és akkor aki hangosabb, azért jó, meg amelyik a jobb nyilván. Ez sarkítva így van, de azért próbáljuk. De ez komoly munka, vagy úgy komoly munka, hogy közben nagyon komoly talán a műfajból fakad. Egyébként ez komoly munka. Tehát, összehívjátok a csapatot, abszolút, hogy most, abszolút. Tehát van próba. Mi is már úgy hívjuk modern, hogy meeting. Ah. És akkor tényleg egy ilyen nagy asztalnál leülünk, és mindenki dobálja az ötleteit. Vagy, mint mondta Tomi, a legjobb a szövegírásban van úgy, hogy teljesen készre csinálja, vagy azt mondja, ideig jutottam, nézzétek át, mi az, ami tetszik benne, mi az, ami nem, egészítsük ki, és akkor hozzáírunk 4-5 mondatot, ami éppen hiányzik a refrén, vagy egy verszak, vagy bármi, és amikor mindenki úgy érzi, na most frankó, akkor megyünk stúdióba, és fölénekeljük. Hát és ugye nagyon van egy mirigyes munkarendetek. Abszolút. Tulajdonképpen, igen. És ez milyen elemekből áll, vagy mikből épül? Hát amikor például egy nagy koncertre készülünk, mint most is van, igen, akkor vannak a zenés próbák, de most például úgy csináltuk, hogy a fiúk elkezdték tanulni a zenei részét a dolgoknak, és akkor ketten-hárman a zenekarból a színpadrendezővel elkezdtünk ötletelni, például azokon a gegeken, hogy mik legyenek a számok között, milyen ruhák legyenek, milyen konferenciák legyenek. Addig a fiúk a próbateremben rakták össze a zenéket. És amikor ezzel mi kész voltunk, meg ők is azzal, akkor mi elmentünk és énekelve is lepróbáltuk az egészet. Utána meg az egészet, mikor már mindenki kész volt, akkor most színpadra állítottuk és ott is lepróbáltuk. És így most nyugodt szívvel megyünk neki a nagy koncertnek. Tehát ilyen egyszerű az egész. Nekem az érdekel, hogy például egy ilyen úristen, hogy nyúltok hozzá, és hogy lesz belőle jó isten. A videoklip is elképesztő. Most milyen milliós nézettségnél tartotok már az új? Millió fölött. Millió fölött, igen. Igen, tehát elképesztő sikere van. Igazából ugye, hál' Istennek a média termeli ki nekünk a munkát, mert ha valamit így felkap a média, mint az eredeti dalt, akkor nekünk szerencsénk van. Végre van egy olyan jó dal, amivel lehet foglalkozni. Aztán a másik szerencse az, hogy ha jól állnak hozzá, és azt mondják, hogy nyugodtan csináljátok meg, hogy hozzájárulnak a Válmáros vagy a Szikoráig, és akkor rárepülünk. Azt, gyerekek, ezt meg kell csinálni, ez akkora sláger most, hogy ebben érdemes lenne. Hát és hát a videóklip is milyen jó, barátja. Figyeljetek, egy dolog jutott eszembe. 30 év pályafutása, valójában dalok karikatúrája. Hogy veszik az előadók? Szeretik, imádják, büszkék rá, hogyha nem mindenki. Én azt gondolom, hogy ami eljutott hozzánk, az pozitív. De biztos, hogy van olyan, akit megbántottunk.
tuti, hogy sikerült. Van, aki érzékenyebb, van, aki nem szereti, hogy paródia készül róla, vagy egyes sor esetleg erősebbre sikerült. Ilyen benne van. Nem akarunk senkit megbántani, nem azért csináljuk, de ez a paródia műfaja olyan, hogyha valakinek nagy füle van, nagyobbat rajzolsz neki, a nagyorra van, nagyobb, még nagyobbat. Tehát most volt olyan előadó, aki elkezdte kijavítgatni a sorokat, és a végén úgy, olyan lett a szöveg, mint egy dicsimnosz, hogy milyen szép és fiatal, meg milyen... Tehát mondok, akkor hagyjuk, akkor az már nem paródia. Az csak egy átirat, ami róla szól, de gyakorlatilag ilyen merted. Tomival beszéltünk arról, hogy a mai PC világban vajon mennyire változott meg az, hogy... Mi az a PC? Hogy a politikailag korrekt világban, hogy mennyire változott meg az, hogy... Személyi hogy mi a poén, ami 20 éve poén volt, az ma lehet-e még poén? Nem, bizonyos már nem. Után. Nagyon sok poén már nem mehet le. Igen, most már nagyon oda kell figyelni. Mennyire köti meg a kezeteket ez? Megköti. Mi kicsit öntörvényűek vagyunk egyébként, kicsit többet is megengedünk magunknak néha, de aztán mondjuk, hogy fiúk, ezt nem erre a mai világon, ezt már nem lehet se mondani, se énekelni, se mutatni. És nem megy el a kedvetek, hogy akkor... Hát őszintén szóval, amikor abba hagytuk az önálló műsorok készítését, a tévézést, akkor gyakorlatilag egy kicsit ettől ment el a kedvünk, hogy már mindent cenzúráztak, már mindent kijavítottak, akkor semmit nem lehetett már mondani, mindent ki kellett kockázni a háttérbe, tudom, mert nem tudtál bemenni egy bótba, mert minden csak is zsizsikelt az egész televízió, tehát mondtuk, hogy már ez se viccel, az se lehet, semmi se vele se viccelni, mert én azt gondolom, hogy azért sok minden lehet viccelni, ha azt te nem úgy bántásból mondod, akkor miért ne lehetne viccelni? Akár politikai, akár mit tudom, vallási, miért ne lehetne, ha azt te nem bántásból mondod, miért ne lehetne? Azt gondolom. De hát mások nem így gondolják. Na kérem, akkor jön a te igazság. Na, ha el tud olvasni. Ugye? De felolvasom neked szívesen, mert az... Egy gyermekkori baleset örökre megváltoztatta az életemet. Így van. Ez azért írtam ezt föl, mert tulajdonképpen ez mindennel, minden más irányba fordított az életemben. És majd jön a Peti, ha rákérdeztek nála, mert ő ott volt ennél, ő szedett le erről a vasról, ami fönn akadtam gyerekkoromban egy villámhárítón Veszprémben, a rokonoknál nyaraltunk, és játszottunk egy helyen, a boltnak a teteje, hol máshol játszik a hülye gyerek a boltot, és jöttem le, és megcsúszott a kezem, és föl akadtam így a hasamnál fogva a villámhárítóra, és a Veszprémi kórház vendégszeretetét élveztem egy 2 vagy 3 hétig az intenzív osztályon. Szóval komoly volt az ügy, igen. De a Peti fölhasította a hasonló? Hát teljesen fölszakadt, igen. Eltörte a szedcsontom, a szívburok szakadás, bordatörés, tehát elég erős volt. De hát nyilván én azt úgy nem fogtam föl. Mindenki akkor... Mindenki hány éves volt? Hát talán 7-8, valami ilyesmi. Mert én akkor még vízilabdáztam és úsztam, és akkor a Peti elkezdett kenúzni, és én annyira szégyeltem, hogy így megvarták a hasamat, hogy én nem akartam a medencébe menni. És tulajdonképpen ott kezdett el minden megváltozni, és akkor elmentem kenúzni a Peti után, amit viszont viszonylag jól válogatott szintig tudtam csinálni, és azt abbahagytam, és akkor közben aztán jött a mirigy, meg a katonaság, és akkor oda átkerültem oda is, de csak hogy kerültem a mirigy közelébe, ilyen szempontból nyilván testvéri ágon az az elsődleges, de hogy amikor ott feküdtem az intenzív osztályon, ez a mai napig bennem van, hogy hát a Peti próbált így megkérdezni, hogy hát öcsém, hát hogy mi legyen, hogy tudok, hogy csak innen kikerüljél, hogy mi, és akkor mondta, hogy állítsd össze a dobszerkót, hogyha hazamegyek. Tehát ott volt egy ilyen, valamilyen ilyen gondolatom, hogy valami a zené, hogy az, nekem az valami megoldás jelent, hogyha én majd dobolni fogok a panelba, főleg a szomszédoknak. De és akkor tulajdonképpen ez az egész dolog, ez nagyon sok mindent ilyen szempontból megváltoztatott, ez terelt a Kenu felé, ahol megismertem a jelenlegi legjobb barátaimat is, és akkor meg a zene felé is valahol ez az egész történet vitt, mert ugye a Petivel így mentem ezen a kezdeti úton. Tehát azt akkor leszögezhetjük ennek alapján, hogy benned az alakult ki, hogy a negatív, sőt szélsőségesen negatív dolgoknak is lehet pozitív kimenete hosszú távon. Igen, hát ezt nem gondoltam volna akkor nyilván, meg akkor nem gondoltam semmiről persze nyilvánvalóan, de sok ilyen volt már az elmúlt 35 évben, hogy ahogy mondtad, hogy azért utólagosan beigazolódott, hogy ez valamire tanított, vagy valami felé fordított éppen. Na, jön a te igazságod. Kicsit rondán írok. Ugyanezt mondtál, tesóri. Egy közszereplőnek folyton szerepben kell lenni?
Mindig legyek vicces? Hát igen, ezt azért tettem föl magamnak ezt a kérdést, mert erre én sem tudom a megfelelő választ. Szerencsére... Én nekem erre van egy válaszom, ha nem haragszol, mert ez egy kérdés. Ja, hogy én kérdezek tőletek. Mert valójában ez, te a te igazságod egy kérdés. Igen. Hogy neked mindig viccesnek kellene enned. Tudod, mi a zsigeri válaszom erre? De gyomorból jön, és bocsáss meg. Házhoz mentél a pofonért. Lehet. Ugyanis te elkezdtél 30 évvel a társaiddal ezelőtt viccelni, végig viccelted az életedet 30 éven keresztül, és a Tomival pont erről beszéltünk. Én most ideülök, és életünkben először találkozunk, elvárom, hogy egy vicces sipos Petivel üljek szembe, mert 30 éve ahhoz szoktatott hozzá, pavlovi reflexem van. Meglátom a sipos Petit, kicsit föl is vagyok háborodva, hogy nem Netsz harisnyába vagy. Vagy egy álbajusz, vagy valami. Igen, bár én azt gondolom, hogy pont attól lehet jó valami, ha most én normális kérdéseket kaptam, normálisan válaszoljak rá, nem, ha mindent elvicceltem volna, akkor egy ilyen kis tinglitalni hülye gyereknek tűnnék akár a nézők szemében, amit nem szeretnék, tehát mindenkinek, ahogy mondtam, van egy másik oldal. Is. Valaki azt mondta egyszer, hogy a humort azt nagyon komolyan kell csinálni, de persze a viccelődést, az emberek meg elvárják tényleg azt, hogy amikor tankolok, és akkor miért nem nevet? Hát minek örüljek, hogy ennyi a benzin? Érted? De még kell mindig röhögni. De egyfelől meg tudom, hogy igenis nekem sokkal többet el kell viselnem, akár az utcán, akár a boltba, mert nem dudálok rá senkire, mert ha véletlenül rádudálok, akkor mekkora bunkó, mint 10 évvel a beképzett majom, mert azért, mert tévében van dudál. Nem azért, mert azért mellém jöttél, te barom. Szóval tényleg oda kell figyelni az ember, mit mond, mit cselekszik, hogy megy ki az utcára, hogy van fölöltözve, vagy teszem azt, hogy viselkedik akár nyilvános helyen. De néha meg azért fárasztó, mert a családoddal vagy, és akkor mondjuk így folyik le a ketchup meg a mustár, és akkor tudsz adni egy autogramot? És azt mondja, nem, most nem, az meg, akkor, meg, akkor megint bunkónak csak tartanak. Erre, bocsánat, erre meg én azt mondom, és magamnak is ezt szoktam mondani sok-sok évtized alatt, hogy külön-külön, de hát ebből a szempontból a nyilvánosságról beszélünk, nem Kalasnyikovval kergettek minket oda. Persze. Tehát ez egy önálló vállalás, és én azért gondolom, hogy ahogy mutattad, hogy ketchup, majonéz itt van közben, sajnos ezzel vele jár, amikor azt mondják, hogy adsz egyet, ha persze. Hát ezt csinálom. Igen. Én igen. Ezt is csinálom. Szerencsére, kérdezed egyszer, kim voltunk a tesómékkal Németországban egy nagy rockkoncerten, és másnap még este ment csak a repülőnk, menjünk be a sörözőbe. És ott előző napi világsztár itt ment el az asztalunk mellett. Hát mondom, menjünk már oda egy fotóra, meg így, meg úgy, meg Tomi pont mondta, nem, milyen ciki, meg minden. Mondom, tőlünk is mindig kérnek egy fotót, vagy egy ide. Legfeljebb azt mondja, nem. Hallod, ez az ember, oda mentünk oda, később megláttuk. Of course, nyomta, odaadta a barátjának a telefont. Mondom, ez a világsztár, egy vadidegen hülye magyar gyereknek. Azt mondja, hogy engedhetném, mert mondom, bárkinek is nemet mondok, és azóta, nem csak azóta, szerencsére előtte sem, de megfogadtam, hogy amikor csak tehetem, én odaállom. A jobb, ez vele jár. Vele jár, hát aki ezt nem szereti. És egy picit azt gondolom egyébként, és értem az igényt, hogy leülünk ide, de egyébként nem lett szétviccelve a történet, igen. Hanem egy épelméjük beszélgettünk szerintem. De amit adott szereptől, adott skatujától, amit mi magunk építünk föl, elvárnak, sajnos azt teljesíteni kell, mert ha nem teljesítjük, akkor becsapottnak érzi magát az, akinek dolgozik. Igen, bár erre mondtam, hogy egy kicsit ki tudsz úgy lépni a skatujából, ha csinálsz mellette valami olyasmit, amit mi is csinálunk, hogy van mellette egy komolyabb oldalunk is, és azt mondja, ahogy színészek is van, aki vígjátékban is tök jó, meg komoly darabban is tök jó, és mégis szeretik a nézők, nem csak a hülyeséget várják el tőle. Tehát, hát igen, igen, de nem vagytok színészek. Hát az tény. Érted? A színész az ebből a szempontból szerintem jön a művészeti ággal, mert ő egyik hát nap... Hát szerepeket játszik, igen, nyilván. Tehát ő szerepeket, részben jó, Laci, szerepeket játszott. De én tökre értem, amit a Peti mond, mert hogy most béna hasonlat lesz, de kicsit olyan, mintha tőled azt várnák el, hogy amikor tolod a bevásárlókocsit a szupermarketben, akkor közvetítsd közben, hogy mit mondjuk.
De nem közvetíted, de tőle meg azt várják el, hogy amikor tankol vagy tolja a kocsit, igen, akkor legyen jó kedves. Akkor mondj meg viccesebb. Igen, ez így szokott lenni. Érted? Tehát, hogy... De bocsánatot kérek, amikor tolom a kocsit a közétbe a hasonlatodnál maradva, akkor... akkor elvárják. Hogy mentem majd mellettem? Pedig tele van WC papírral a kosara! Wow! Igen. Igen. De jó lenne, ha mentem. Imádnám, hogy is nem. Menjünk már bevásárolni. Várjál, a húsos pultig én közvetítem, a kenyerestől te jössz. Hogy jött ki a sikámból? Még egy majonéz, még egy majonéz! Feltankolta magát teljesen dobozos sörrel. De csak nem tudtunk olyan maradni. Nagyon jó. Jól van, nagyon szépen nagyon köszönjük. Köszönjük, hogy megkívás, jó volt itt nálatok. Köszönjük. Köszönjük. Ha erre most nem ugrik rá, hogy a Tesco vagy az Osan. Én ötletem volt. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.